Szerintem akkor kezdjük, ha mindenki készen áll. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szivák Júlia vagyok a Modern Keletelzsi Kutatócsoport nevében. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves résztvevőinket és a kedves közönségünket. Ma este gazdaságról és politikáról fogunk beszélgetni női szemmel Ázsiában. Ez nagyon izgalmas és viszonylag keveset tárgyal téma itt van, viszont nagyon kiváló szakértőink vannak itt ma este, akik igen sokat tudnak erről a témáról, úgyhogy biztos vagy benne, egy nagyon izgalmas beszélgetésünk lesz. Hadd mutassam be a résztvevőket, Hidasi Judit, japán kutató, a BGA professzor emeritája, Maráci Fanni Kína elemző, és Dávid Krisztina indológus és interkulturális mediátor. Néhány operatív dolgot szeretnék elmondani, mielőtt feltenném az első kérdésemet. Azt szeretném mondani egyrészt, hogy a mai beszélgetést felveszük, úgyhogy ezt később fel fogom tölteni a kutatócsoportnak a YouTube oldalára, úgyhogy aki esetleg később is vissza szeretné nézni, vagy barátainak, ismerőseinek és üzletfeleinek elküldeni a felvételt, akkor ez meg fogja találni a linket a Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ezen kívül a kedves résztvevőknek mondanám, hogy pontosabban a közönségünknek mondanám, hogy úgy fognak tudni kérdezni, hogy a chatboxba vagy a Q és A boxba tudják belegépelni a kérdéseiket. Nyugodtan kérdezzenek, miközben beszélgetünk, majd körülbelül egy órát fogom én kérdezgetni a vendégeinket, és akkor utána is fél órában fogom feltenni azokat a kérdéseket, amiket a közönség tett fel. Ezen kívül pedig köszönjük szépen a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást, akiknek a támogatása nélkül sem a mai rendezvény, sem a kutatócsoport nem létezhetne, és le is adtam a telefonomat egyéb iránt, mert már is belecsipogott, bocsánat, vagy nem hallgatom még később, szóval azt hiszem mindent elmondtam, amit el akartam mondani ezzel kapcsolatban. Szerintem akkor kezdjük is a beszélgetést. Először arra szeretném kérdezni benneteket, hogy a hagyományos társadalomban és a hagyományos családban milyen volt a nőknek a szerepe. Ugye három nagyon eltérő országról beszélünk, Japán, Kína és India igazából nagyon sokban különböznek egymástól, gazdasági fejlődésüket tekintve, történelmüket tekintve, társadalmukat tekintve. Azonban szerintem talán elmondhatjuk azt, hogy mind a három országban jellemző az, hogy a hagyományos nagy család és a hagyományos családmodell az nagyon sokáig, sőt, napjainkig meghatározza azt, amit az emberek gondolnak a nőknek a szerepéről a társadalomban, illetve a családban. Úgyhogy ezen az első kérdésem, hogy mit kell tudnunk a hagyományos nagy családról és ebben a nőknek a szerepéről? Ki szeretné kezdeni? Mindegy, kezdem én, mint rangidős. Akkor a japán helyzetről ugye annyit kell tudni, hogy Japán azt hiszem ezek közül az országok közül a legjobban urbanizált. Tehát jelenleg most már a lakosság közel 85%-a városokban vagy nagyvárosokban él, és ilyen hihetetlen megapoliszok jöttek létre, 42 milliós Tokió, stb. Stb. Na most ebből az következik, hogy azok a családstruktúrák, amelyek egyébként mint egykori agrárországot jellemezték, tehát hogy nagy földhöz, földműveléshez köthető gazdálkodó családok, hát ezek természetesen ezek megszűntek, és most kialakult egy olyan helyzet, hogy egyre inkább elnéptelenedő, illetve elhagyott ilyen vidéki falvakban, községekben, kisvárosokban magukra maradtak öregek hatalmas számban, és hát a gyerekeik azok a városokba mentek jobb megélhetés reményében, úgyhogy hát a nagyvárosokban, Tokió, Oszaka, stb. Ezek a háromgenerációs családok gyakorlatilag már nem léteznek. Tehát jó esetben is csak két generáció van, azért mondom, hogy jó esetben, mert egyidejűleg nagyon kevés gyerek születik, úgyhogy gyakorlatilag ha nem magányosan élnek az emberek, már pedig közel 50%-a most az embereknek Japánban magányos háztartásban él, ez is nagyon riasztó adat, de hát hogyha nem magányosan élnek, akkor is sokszor van, hogy csak házaspár vagy egy gyerek. Bocsánat, egy kicsit nem mesélni arra, hogy régebben hogy nézett ki ez a hagyományos, tehát három generációt együtt, ez volt a normális
modell. Az volt a normális, mert ugye három generáció, illetve négy generáció, hát ugye ez korszaktól függően, mert, és régiótól függően, mert ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy a nagyon-nagyon szegény falvakban, hegyi falvakban, kis közösségekben, ott ugye még volt az 50-es évekig, volt ez a bizonyos gyakorlat, amiből több filmalkotás és regény is minden született, ugye ez a bizonyos obászte, vagy olyászte, tehát amikor a elöregedett anyát, vagy néha még az apát is, ha bár ők kevésbé érték meg a magas kort, tehát 70 év fölött az öregeket a hegyekbe fölvitték, vagy maguk fölkapaszkodtak a hegyekbe meghalni, hogy átadják a helyet a következő generációnak. Tehát amikor generáció torlódás alakult ki, túl sok generáció lett volna együtt ezekben a nagyon szegény falvakban, négy generáció, azt nem engedték a szokások, és akkor a legidősebbek azok hát önként vállalták a visszavonulást, de olyan értelemben, hogy meg is haltak. Most persze ilyen már nincs, de most viszont az van, hogy a nagyon sok idős ember egyedül maradt az eredeti lakhelyén, a fiatalok fölmentek a városokba, és hát így totális az elmagányosodás. Ez egyébként Kínában is problémát jelent, ez a városiasodás mértéke. Most gyorsan megnéztem, 2020-ban 60%-on állt Kínában, tehát Japán mögött még elmarad, mégis jelentős a... Ez nagyon a van. Esik? Nagyon magas a 60 Igen. és igen. Igen, illetve Kínában ott van ugye a helyhez kötöttség rendszere, mi szerint városi, gyakorlatilag lakhatási engedélyt, úgynevezett hukout csak bizonyos számú ember kaphat. Ettől függetlenül a munkások a nagyvárosokba özönlenek, hogy ott keressenek jobb munkalehetőségeket, és azáltal, hogy nem rendelkeznek ezzel az úgynevezett hukouval, így a gyermekeket ott hagyják a szülőfaluban. A kínaiak a mai napig nagyon kötődnek a szülőfaluhoz, tehát tám még a gyermekeik és az idősebb szüleik hátrahagyása mellett is abszolút visszahúznának ezeknek a kisebb városoknak, falvaknak az irányába, de azt látjuk, hogy a szülők, sokszor az anya és az apa is elhagyják a kis falut, és otthon maradnak a gyerekek, és egyedül kénytelenek felnőni. De hogy még, tehát hogy messzebb menjünk vissza, mint akár az 50-es évek, azt gondolom, hogy a kínai nők mai helyzetét nagyon határozottan befolyásolják olyan tradicionális gondolatok, ami a nőknek a családon belül betöltött szerepéhez fűződnek, mint például az, hogy a nő hagyományosan a ház ura olyan tekintetben, hogy bár lehet, hogy otthoni problémák szempontjából esetleg ő dönt, de kizárólag a család köré és az otthon köré korlátozódik a szerepe. Kínában ehhez még hozzájárul az, hogy hagyományosan a lányok a házasság kötéssel beházasodnak a fiú családjába, és innentől a fiú oldalán lévő nagyszülőknek tartoznak mindenféle hűséggel és tisztelettel, és egyébként az ősök kultusza is ugye megjelenik. Ezáltal lánygyermeket szülni nem volt egy kimondottan kifizetődő dolog Kínában, ugyanis azt szinte elvesztették. Tehát minden energia és pénz, ami belement egy lánygyermek felnevelésébe, az kisétált az ajtón a házasságkötés időpontjában. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán Japánban is hasonlóan működhetett. Azért itt két konfuciánus társadalomról beszélünk, és ez a mai napig nagyon meghatározó, ez a fajta gondolkodás, hogy a lány az gyakorlatilag elkerül otthonról, amint betölti a felnőtt kort és megházasodik. Mi nagyon érdekes, bocsánat, hogy nem, egyébként nem. India is abszolút ugyanezt a vonalat követi. Hát, hogy egyébként mind a Judithoz, mind a Fannihoz tudok kapcsolódni Indiával, ugyanis Indiában is alapvetően tradicionálisan a nagy családmodell, ahol 3-4 generáció élt együtt, főleg amikor még a vidéki falusi közegről beszéltünk, és ugyanúgy Indiában is hagyományosan megvolt a legidősebb generációnak az úgymond önkéntesen elhagyja a családot, ez akár elvonul
szanyászinak akár elmegy egy olyan hosszú vazarándok útra, amiről általában már nem tértek vissza soha. Ez, hogy ez így abszolút megvolt. És hogy amit a Fanni mondott, Indiában a nő talán azért, mert hogy abszolút tulajdonként tekintendő, a mai napig amúgy. Az indiai nő az apjának a tulajdona, és házasság után a férjének a tulajdona, és amikor a férje is meghal, akkor a fia veszi át, úgymond az őrző-védő szerepet az ő életében. És pontosan úgy, ahogy Fanni mondta, Kínában, Indiában is egy lánygyermek az rendkívül nagy teher a családnak, hiszen energiát, pénzt vannak bele, és aztán onnantól kezdve, hogy beházasodott egy családba, ő megszűnik az eredeti szülői családjának a tagja lenni. Ez olyan szinten, hogy Indiában a férfi családja, a férj családja akár korlátozhatja is azt, hogy a lány a szüleit láthassa, vagy ugye az apai házba elmehessen. Ami érdekes Indiában, és ez egy kicsit különböző Japántól, hogy Indiában a városokba való migráció az leginkább a férfi lakosságra jellemző. Tehát a nők otthon maradnak, és folytatják a nagycsalád modellt a falusi területeken, tehát együtt élnek a férjnek az apja, anyja, esetleg nagyszülei, esetleg egyéb testvérei, és a nő már, mint annak a családnak a tagja, viszi a háztartást, és a férj elmegy egy nagyobb városba dolgozni, és csak küldi haza a pénzt, és évente egyszer, ha hazalátogat. És tehát, hogy ilyen módon a falusi közösségek azok sokkal inkább emlékeztetnek a hagyományos nagy családmodellre, de azért Indiában még mindig megvan a városokban is a nagy család. És ez azt jelenti, hogy tényleg több generáció, vagy akár testvérek együtt élnek, testvérek különböző családtagjai, tehát mondjuk három báty, feleségeikkel, gyerekeikkel a szülők, és egy háztartásban, és hát ugye ez akár nagyon nehézkes is lehet, ha olyan nagyvárosokat nézünk, mint Mumbai, ahol borzasztóan drága a lakás, de hogy alapvetően még mindig megvan, és nagyon modernnek számítanak azok a modellek, ahol már kisebb családban él valaki. Sőt, nagyon sok olyan nővel beszélgettem, akiknek ez ilyen életcél volt, hogy kiköltözzenek a nagy családból, és a férjüket meggyőzzék arról, hogy igenis lehet mondjuk csak férj-feleség nukleáris családmodellben élni. Az idősekről való gondoskodás, ez nekem egy izgalmas dolog. Én nem tudom, Kína hatalmas, és ugye 56 különböző etnikumról beszélünk. Képzelhetőnek tartom, hogy itt is megjelent egy ilyen időseknek elvonulása, az idősekről való gondoskodás során egy olyan stopp, ahol tovább ezt már nem tudta vállalni a család. Én erről még nem hallottam Kína esetében. Sőt, itt tulajdonképp arról van szó, hogy a modern szociális háló sem kimondottan gondoskodik az idősekről. Olyan mélyen él a kínaiakban az a tradicionális gondolkodásmód, hogy az a család feladata, tehát a fiatalaké, illetve ugye itt megint csak megjelenik, hogy a fiú családja, tehát a fiú szülei azok, akikről a lánynak is beházasodva gondoskodnia kell. Ma már a modern Kínában azt gondolom, hogy nem kötődik ahhoz semmilyen jellegű tabu, hogy ez a lánygyermek a saját idős szüleit is meglátogassa, főleg ugye a családtervezési politika nyomán kialakult egyke lányok nagy számának a megjelenésével, tehát ilyen jellegű konfliktus nincs, viszont van egy adott megnövekedett munka a nők oldalán, ugyanis az teljesen alapvető, hogy a fiú szüleiről is gondoskodni kell, nem feltétlenül azért, mert
mert hogy már csak ezt tehetnék meg, hanem mert hagyományosan a nők végzik ezeket a gondoskodó, érzelmi munkát igénylő feladatokat, és akkor még nyilván hazajárnak a saját szüleikhez is. Úgyhogy azt gondolom, Kínában ez nem jelenik meg, hogy az idősekről egy bizonyos fokon már ne kellene gondoskodni, sőt, viszont egyébként az idősek is kiveszik a részüket, mert ahelyett, hogy ezeken a vidéki területeken egyedül maradnának a nők, sokszor a nagyszülők azok, akik felnevelik a gyerekeket. De sokszor a külföldre elköltözött, itt Európában dolgozó kínai szülőknek a gyermekei is otthon maradnak a nagyszülőkkel, akár városokban, nem is feltétlenül vidéken. Úgyhogy ez egy izgalmas különbség. Abszolút. Hát, bocsánat, még csak annyit szeretnék, hogy mert ez az idős ellátás, ez mondjuk Japánban is nagyon izgalmas téma, ott is megvolt ez a hagyomány, hogy az elsőszülött fiúnak, illetve a fiú feleségének volt a kötelessége a fiú szüleit öregkorukba ellátni, ápolni, gondozni, akár ágyhoz kötve, akár évtizedekig is ápolni. Most ezért aztán az elsőszülött fiúk azok nem örventek nagyon nagy népszerűségnek a lányok körébe, tehát nem szívesen mentek elsőszülött fiúhoz feleségül. De hát most már ugye olyan kevés a gyerek, hogy nincs nagyon válogatás, hogyha férhez akar menni, akkor ahhoz kell férhez menni, ez férhez lehet menni. Tehát, és itt hát menet közben azért nagyon átalakult az egészségügyi ellátórendszer is, és a társambiztosítás, úgyhogy azért kezdtek kialakulni azok az intézményesített öregápolási formák, amelyek hát korábban egyáltalán nem léteztek, de most már léteznek, és ezekben vannak államiak, vannak magánintézmények, és hát ezekben az öregeket most már el lehet helyezni, illetve hogy nagyon sokan önkéntesen bevonulnak, mert ezekből, tehát megelőzendő azt, hogy őt betegyék a fiatalok, nem tudom, elég fiatal korba, tehát friss nyugdíjasként is, akár 65 évesen vagy 68 évesen bevonulnak ilyen házakba. Némelyek ezek közül szinte luxus szolgáltatásokat nyújtanak, persze jó pénze. Úgyhogy kicsit úgy emlékeztetnek az az amerikai ilyen öregek lakópark stílusú, igen, Florida, Miami, stb. De hát mondjuk talán nem egészen olyan szinten, már ilyen társadalmi életszinten, de azért nagyon, nagyon kényelmes helyek, és hát teljesen szabad kijárásuk van onnan az idősebbeknek. Na most itt én azt hiszem, hogy a nagy választóvonal az urbanizáció mellett, a másik az az oktatás volt. Tehát ugye most bizonyára más országokban is így van, de Japánban is ott tartunk, hogy a felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak már a többsége nő, tehát kevesebb, jelentősen kevesebb a fiú, számszerűleg is. De nem csak számszerűleg, hanem minőségileg is azt veszük észre, hogy a lányok azok jobban teljesítenek a felsőoktatásban. Na most talán 3 éve volt egy ilyen botrányos eset, az bejárta a világ sajtót, amikor a Tokió Egyetemnek, azt hiszem az orvoskarán volt, hogy felvételi eredményeket a fiúk javára hamisítottak, azért, hogy nehogy előadódhasson egy olyan botrányos eset, hogy több nő kerül be, mint fiú, mert hát ezt a macsó büszkeség nem viselte volna el, hát ezt aztán valahogy leleplezték, és ez felszínre került. De az a gyanúm, hogy sok olyan eset van, ami nem kerül felszínre ebben a vonatkozásban. Valahogy a fiúk azok kevésbé ambiciózusak, talán nem annyira szorgalmasak, mint a lányok, az is benne van, és úgy valahogy olyan, tehát jobban kifáradt a fiatal férfi nemzedék, mint a lány nemzedék. Tehát én azt veszem észre, hogy legalábbis ilyen egyetemista körökbe forogva, japán lányoknál a dinamizmus, tehát ez az élni akarás, az életcél, stb., hogy ez valahogyan aktívabban nyilvánul meg, mint a fiúknál jelenleg.
Ez egy nagyon érdekes téma az oktatás, és az ennek való hatása a nők helyzetének a változására, viszont még mielőtt jobban belemennénk ebbe a témába, szeretném, hogy pillanatra visszatérnénk erre a gondoskodó munkára, ami gyakorlatilag a nőknek nagyon sokáig az egyetlen feladata volt, vagy a legfontosabb feladata volt a családban, és mind a hármatoknál kijött az, hogy gyakorlatilag az, hogy most már a nők jobban részt vesznek a munkaerőpiacon, vagy hogy elvándorolnak a vidéki városokból, falvakból, ez egy elég komoly problémát is jelent az ellátásban, hiszen mondjuk Indiában sincsenek meg ezek a luxus idősek otthonai, és ha jól értettem, Fanni, akkor Kínában sem. Szóval teljesen egyértelműen látjuk, hogy milyen kulcsfontosságú ez a szerep, amit hagyományosan a nők végeztek a ház körül, viszont arra lennék kíváncsi, hogy ennek a munkának mi az értéke? Van ennek bármiféle becsülete? Ez egy ilyen elismert dolog, hogy ez egy fontos feladat, vagy csak az látszik, hogy hát most ennek hiánya van, és ez okoz problémákat, de ez vezetett ahhoz, hogy esetleg a nők munkáját, ezt a gondoskodó munkát jobban megbecsüljék bárhol. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és az első, igazából két részre osztanám magát a kérdést, mert hogy Indiában az az igazság, hogy nem szűntek meg tehát a nőknek az a feladatköre, hogy ő neki gondoskodni kell, ez a mai napig fennáll. És ahogy Judit mondta, hogy Japánban léteznek ezek a létezik úgymond az intézményesített idősellátás, ez Indiában teljesen hiányzik. Tehát, hogy nagyon Vrindában vannak úgymond idősek otthona 500 főre. De hogy ez India lakosságát tekintve rendkívül kis számarányú, vagy számadatokkal rendelkező intézményesített ellátás. Úgyhogy minden a családra hárul, és a család itt elsősorban a nőket jelenti, és általában a feleségeket jelenti. És akkor itt térnék rá a kérdésed másik részére, hogy mennyit érez Indiában? Semmit. Tehát, hogy ezt most már abszolút felismerték, hogy úgymond ez egy ilyen láthatatlan munka, amit az indiaiak végeznek. 2016-ban volt egy tervezett National Policy for Women Indiában, és annak az volt az egyik legnagyobb portkavart része, hogy az állam szeretné, hogyha ezt az úgynevezett láthatatlan munkát valamilyen módon láthatóvá tennék a társadalom számára. Hogy hogyan ez ugye ebből a tervezetből nem derül ki, de az biztos, hogy a mai napig ez egy olyan munka, ami ott van, és bár a nők kikerültek a munkaerőpiacra, de attól még az otthoni teendőik azok nem szűntek meg, és ez is az egyik oka annak, hogy nagyon gyakran kiesnek hamar a munkaerőpiacról. Tehát ugyan elkezdenek dolgozni, de amikor megszületik az első gyermek, akkor visszakerülnek haza, mert hogy nem tudnak eleget tenni minden felelősségüknek, az otthoninak és egyben a munkainak is. Úgyhogy Indiában nincsen becsülete egyenlőre még. Kínában részben megjelennek ezek a magánintézmények. Florida azért izgalmas, mert dél-kínai szigeten, Hainan szigetén megjelentek ezek az idős otthonok, úgyhogy ott is kicsit ilyen trópusi környezetben tölthetik egyes idős kínaiak ezeket az éveiket, de abszolút, tehát hogy igen, egyre nagyobb szükség van arra a személyzetre, aki ellátja ezt a feladatot, gondoskodni az idősekről, amit a munkában túlhajszolt, illetve egykegyerekek egyre kevésbé tudnak megtenni. Tehát ott van ez a hatalmas igény az ő munkájukra, de ez semmiféle társadalmi megbecsülés nem hoz maga után. Természetesen a fizetések szintjén sem jelenik meg, illetve tehát valahol kicsit a kínaiak még mindig úgy vannak vele, hogy ez úgy a saját családnak lenne a dolga, tehát a családra negatívan tekintenek, amennyiben ez így látszani
tűnik, hogy ők nem gondoskodnak az idős családtagokról, viszont azok, akik ezekben az intézményekben ellátják ezeket a munkákat, azok viszont kicsit hát az idősekről gondoskodni kell, az egy abszolút egy ilyen láthatatlan dolog, hatalmas stresszel jár, hatalmas folyamatos a forgás, jelen általában olyanok helyezkednek el ezekben a pozíciókban, akiket mondjuk egy állami vállalattól bocsátottak el több tíz év munka után, és maguk is egyébként idősödőek. Tehát azt hiszem, hogy átlag életkor 50 év körül alakul ezekben az idős otthonokban dolgozók részére. Úgyhogy ez egy ilyen furcsa, inkább Európára hajazó dolog, azt gondolom, hogy mondjuk az Egyesült Államokban nagyobb megbecsülés veszik körbe azokat, akik ilyen egészségügyi és gondoskodó típusú munkákat végeznek. Ez Kínában egyáltalán nincs, meg nem egy vonzó munka, és közben pedig szükség lenne rá. Itt hadd csatlakozzak, hát hogy vonzó lenne, arról szó sincsen, Japánban sem. És hát igazából hihetetlen nagy munka, tehát emberi erőforrás hiány van ebbe a szektorba. Ez most már nem évek, hanem évtizedek óta így van, és igazából tavaly előtt indult egy változás, amikor hoztak egy új migrációs törvényt, amelynek értelmében az ilyen feladatok, tehát idősellátás, ápolás, nem tudom, betegellátás, erre bizonyos különleges vízummal jogosultságot kapnak bizonyos országokból, Indonézia, Fülöp-sziget és Vietnám, emberek bejönni, férfiak, nők, és akik részt vehetnek ebben a munkában. Na mostan azt gondolták, hogy ez egy kormányprogram volt, és hát ez egy rengeteg nagy figyelmet, sajtófigyelmet is kapott azért, mert olyan szigorúak Japánban egyébként a vízum törvények, gyakorlatilag ők nem engednek be vendégmunkásokat se nagyon. És hát ez lett volna egy ilyen kivétel, ami hát bizonyos fokig gondolták, hogy enyhít a gondokon. De kiderült, hogy olyan szigorúak a nyelvi és a szakmai kritériumok, amiknek meg kell felelni, de ezeknek a jelentkezőknek vizsgázni kell Japánba fél éves nyelvtanfolyam után a szakmai vizsgát tenni, stb., amelyek gyakorlatilag teljesíthetetlenek, és hát nem tudom, a tervezett, hogy mindegyik országból évente 100-100, és megint 100-100, és akkor az majd felmenő rendben ugye növekszik a szám. Hát ez közel se valósult meg, tehát sokkal kevesebb aránylag elfogadható fizetések ellenére kevesebb jelentkeznek erre a munkára, mint várták. Most már azért mindannyian ejtettek szót olyan demográfiai jelenségekről, amik igazán befolyásolják a nőknek a szerepét, mint mondjuk Fanni, te az egykapolitikáról beszéltél, Kriszti, te arról, hogy a nagyvárosokban mennyire nehéz fenntartani a nagy családot, míg Judit, te ugye az előregedő társadalmakról beszéltél. Ezeken kívül, vagy hát ezekről akartok még egy kicsit bővebben beszélni, mert szerintem lehet, hogy érdemes lenne ezt egy ilyen külön kérdésnek a keretében is megtárgyalni. Igen, azt hiszem, erre külön diskurzust értemes szentelni, persze. Igen. Inkább érdekesebb az, hogy mi van a gazdaságban, meg a politikában, nem? Izgalmasnak találom ezt is. Nem, ami így eszembe jut, hogy Kínában ilyen egészen nagyívű történelmi változások milyen más helyzeteket tudtak létrehozni a nők számára. Így olvasgattam a feminista mozgalmakról, hogy úgy, hát ha arról is szót ejtünk ma, és erre mindig így tényleg rácsodálkozom, hogy milyen izgalmas Kínában, mennyire máshogy alakult ez az egész azzal, hogy a kínai kommunisták azok gyakorlatilag a szovjetek
példájával kicsit szembe menve egy ilyen top-down, felülről jövő feminizmust valamilyen szinten kialakítottak egy mozgalmat, ami mögé Mao Zedong is beállt, és hogy 1949-ben a kínai népköztársaságnak a létrejöttével gyakorlatilag kialakult egy ilyen állami nemi egyenlőségi kampány, és hogy az mennyi minden magával hozott, és például talán ez, hogy a Indiában a nők otthon maradnak, és a férfi vándorol be a városba munkát vállalni, azt gondolom, hogy az, hogy Kínában teljesen természetes, hogy az édesanyja is bevállal egy ilyen utat a gazdasági előnyök mentén, és ő is abszolút kiveszi a részét a munkaerőpiacon, és hátrahagyja akár a gyermekét. Mindeközben az egy abszolút a népköztársaság hajnalából származó, akkor normalizált dolog, én azt gondolom. Tehát így gyakorlatilag a kínai állam olyan szinten igyekezett eltörölni a nemek közötti egyenlőtlenségeket, hogy egészen így a társadalmi nemi jellegét is a két nemnek így összemosta. Tehát, hogy nőket dolgoztattak, vagy hát nőket vontak be olyan iparágakba is, mint mondjuk acéltermelés, vagy egyáltalán ilyen nehéz ipari munkákat is elláttak nők. És egyébként sok minden, mondjuk beszéljünk most az előnyökről, sok előnyt elvesztettek a nők a reform és nyitás során a 80-as években, de ez például egyébként azt gondolom, hogy megmaradt, hogy teljesen elfogadott, hogy a nők is a munkaerőpiacon bizonyos fokig egyenlő szinten jelenjenek meg a férfiakkal, és akkor, ahogy mondtam, jött a 80-as évek, a piaci nyitás, és ott megint bejött az, hogy amikor már versenyezik a két nem, és megszűnik ez a felülről jött, erőltetett egyenlőség, ott a nők esnek ki. Tehát, hogy ott a nők azok, akik eltűnnek az ilyen versenyhelyzetekben a munkaerőpiacról, és egyébként a COVID helyzetben Kínában is ezt látjuk, ahogy Magyarországon is láttuk, hogy a munkaerőpiaci felállásban a nők tűntek el. Tehát, hogy az állásukat vagy elvesztők, vagy akár önként feladók, azok nagy arányban nők, ahogy egyébként az USA-ban és Nyugat-Európában is mindenütt. Úgyhogy csak ez jutott eszembe, hogy azért vannak ilyen izgalmas, nagyívű vonulatai Kína történelmének, ami nagyon jelentősen befolyásolta, hogy a nők milyen szerepet töltenek be, és milyen jellegű kihívásokkal kell napi szinten szembesülni. Ez nagyon érdekes egyébként, amit most mondtál, Fanni, hogy Kínában a munkaerőpiacon úgymond van egyfajta egyenlőség, még hogyha mesterségesen fenntartott, vagy kreált egyenlőség is. Mert én azt gondolom, hogy az indiai nők jelenlegi munkaerői piaci helyzetére vonatkozólag az az egyik legérdekesebb dolog, hogy India egyfajta identitás krízissel küzd, és most már ezzel küzd szerintem már 3 évtizede, ugye, ahogy India megnyitotta nyugat felé, és akkor valahogy ezek a hagyományos értékek, természetesen a gyarmatosítással színezett hagyományos értékek és a nyugati, akár európai, akár amerikai értékek keveredtek, és a mai napig van egyfajta kérdéses, valóban egy ilyen identitáskrízis, és Indiában a nők a mai napig másodlagos pénzkeresők. És ez nagyon sok mindenben megjelenik, mert egyrészt a családban az ő keresetük másodlagos. A mai napig akár városokban is egy családnak büszkeség, hogyha egy keresetből, a férfi keresetéből fent tudják tartani, akár a nagy családot is. És amint a férfi elkezd egy kicsit jobban keresni, akkor nagyon erőssé válik a családi nyomás arra, hogy a nő ott hagyja a munkáját, mert hogy ez egyfajta büszkeség, amit a társadalom felé lehet mutatni. És a másik dolog, ami ennek következménye, és persze okozója is egyben egy nagyon érdekes ördögi kör, hogy abból adódóan, hogy a nők keresete másodlagos, egy rendkívül nagy kereseti különbséget lehet megfigyelni. A mai napig Indiában a
átlagosan a férfi fizetéseknek csak mindössze 65%-a a nőnek a fizetése. Tehát ugyanazért a munkáért egy férfi 100%-ot kap, egy nő csak 65%-át kapja meg annak. És pont emiatt abban az esetben, hogyha egy család elkezd egy kicsit jobban állni anyagilag, akkor természetesen a nőt fogják kihozni a munkaerőpiacból, mert hogy alapból ő nem keres annyit, nem is kereshet annyit, mint a férfi családtagok. És a másik dolog, amiről pedig már szót ejtettünk, hogy ott van ez a sok láthatatlan munka, amit el kell végezni. A ház körüli tendők, az idősek gondozása, és inkább akkor a munkaerőpiacról hozzák vissza a nőket. Tehát ez egy ilyen nagyon több rétegű probléma, ami miatt az Indiában a nőknek a munkaerőpiacon való részvétele az 20% alatti. Ugye ezért erre a COVID is rátett, tehát mondjuk 2019-ben ez az adat, 2018-2019-ben ez az adat 20,8%-os volt ennek, most néztem utána, és ez így a Covid-dal lecsökkent 19,9%-osra, és most már a becslések szerint még alacsonyabb. Tehát, hogy azért ez egy rendkívül alacsony százalék, ha azt nézzük, hogy a nő, mennyi nő vesz részt a gazdaságban és a munkaerőpiacon. Ha csatlakozok itt a Krisztina által bedobott fogalomhoz, az az identitáskrízis, ez tehát a társadalmi identitáskrízis az Japánban, és hát 3 évtizedet, tehát ami a gazdasági recesszió beállta óta megfigyelhető folyamat, és ezen belül valóban a nőknél is van egyfajta identitáskrízis, tehát keresik a helyüket, azért is keresik a helyüket, mert olyan strukturális átalakulások zajlottak a munkaerőpiacon is, hogy az a korábbi struktúra volt a férj, akinek volt egy stabil, megbízható, akár élete végéig szóló állása és fizetése, amire lehetett számítani, és volt az asszony, aki odahaza volt, és a két gyereket nevelte, és vitte a háztartást. Tehát ezek a struktúrák felbomlanak azért, mert a munkahelyek már nem tudnak biztosítani a férfiaknak ilyen kiszámítható és stabil karriert. Na most ebből aztán az lett, hogy a nők, főleg a jól iskolázott nők, tehát magasan iskolázott nők, azok elgondolkodtak, hogy minek menjek én férjhez, hogyha nem kapok egy biztos egzisztenciát a férjhez menés után, hiszen nem tudom, hogy a férjemnek lesz-e állása 5 év múlva, 10 év múlva. És egyre inkább elkezdtek nem férjhez menni a nők. És azért engedhették meg maguknak, hogy nem mennek férjhez, mert ugye jól képzettek voltak, tehát kvalifikációjuk volt, tehát lehet, hogy nem olyan jó állásokban, mint a férfiak, de azért úgy el tudtak helyezkedni, viszont ennek az lett az ára, hogy rengeteg szingli jelent meg a társadalomban, és a munkaerőpiacon meg megjelentek olyan nők, akik úgy csináltak karriert, hogy úgy viselkedtek, mintha férfiak lennének, tehát kvázi majdnem férfi karriert futottak be. Tehát a kvázi majdnem férfi karrier azt jelenti, hogy soha nem lesz annyira Japánban se a nőknek a fizetése, mint a férfiaké, de azért nagyon szépen előre haladtak a ranglétrán, stb. Ennek az ára viszont az volt, hogy teljesen feláldozták a privát életüket, tehát hogyha férfi módra éltek és dolgoztak, akkor az azt jelenti, hogy reggeltől éjszakáig helyt kell állni, robotolni, minden este a ilyen kis ivópartikra eljárni, stb. Tehát zéró magánélet. Tehát ők ezen az áron tudtak azért maguknak valamelyest karriert kialakítani, és biztos egzisztenciát, mert akkor jól keresnek, sőt, ugye ez kombinálva sokszor azzal, és akkor itt bejön az a téma, hogy kik azok a parazita szinglik. Parazita szinglik a japán közszájon azokat nevezzük, akik odahaza maradnak, tehát nem csak az egyetem elvégzése után, hanem még azon jóval túl is, már 30-40 éves korukban is még mindig odahaza élnek,
van állásuk, jól keresnek, de hazajárnak, mert otthon anyuka szépen kiszolgálja őket, ugye mindenük megvan az igazta virágon, tehát, és ilyen életet ő egy férj oldalán, akinek az egzisztenciája bizonytalan, nem fog kapni. Most még egy másik szó. Elnézést, a parazita szingli az csak nőre vonatkozik, vagy férfira? Nem, férfira is vonatkozik. Ez a mama hotel gyakorlatilag. Igen, hotel, de tehát aki azért nem lép házasságra, mert úgy érzi, hogy itt jobban, kényelmesebben tud élni. Értem. Na most a másik, amit a Fanny itt bevetett, szintén a top-down dolog, hogy viszont Japánban olyan előregedő társadalom, csökkenő gyerekszám, stb. Miatt olyan munkaerőhiány lépett fel, hogy a korábbi miniszterelnök Abe Shinzo, aki 2012-től 2020-ig volt miniszterelnök, ő kitalálta, hogy a munkaerő pótlására, tehát ami hiányzó munkaerő, nem, a japánok nem szeretik a vendégmunkásokat, nem szívesen fogadják a külföldieket, tehát inkább saját erőből oldjuk meg a problémát, volt az elképzelés, és hogy csábítsuk vissza a nőket, a jól képzett nőket a munkaerőpiacra, akkor is, hogyha szültek egy gyereket, esetleg kettőt, de van egy gyerekük, de teremtsünk olyan feltételeket, hogy vissza tudjon kerülni a munkaerőpiacra. És elindult egy ilyen top-down kormányprogram, amit úgy hívtak, hogy Womenomics, tehát nőkre épülő gazdasági fellendülés. Ennek nagyon konkrét akciótervek, stb. És 2020-ig rengeteg minden ennek szellemében megvalósult, bölcsödék, óvodákat építettek, stb. Az adórendszert egy kicsit módosították. Tudnélik, és itt visszatérek megint, amit a Krisztina mondott. Japánban olyan volt az adórendszer, hogy a nőnek nem volt érdemes dolgozni. Tehát például a családi adókedvezményt, amit a férfinek a fizetéséből lehetett levonni, ha valaki családos, csak akkor lehetett levonni, ha a felesége nem keresett többet, egészen az utóbbi időkig, mint nem tudom, 1 200 000 ilyen. Az tulajdonképpen nagyon alacsony összeg, tehát igazi állásba nem lehetett menni ilyen kevés pénzért, ezért mi történt? Ha el is ment állásba, akkor így 2 órába, könyvtárba, nem tudom, a könyvtári polcoknál így kiszolgált, vagy a sarki közértbe, nem tudom, kávét mért 2 órát naponta. Tehát ez volt, mert egyszerűen nem érte meg, hiszen ha nagyobb, többet keres, abban a pillanatban megszűnik a családnak az adókedvezmény. Úgyhogy egy csomó ilyen közvetlen eszközökkel is felülről top-down próbálták most ezt egy kicsikét a dolgot úgy irányítani, hogy nőknek vonzóbb legyen a munkába való visszatérés, hiszen olyan jól kvalifikáltak tényleg, hát kár, hogy elveszik ez a potenciál. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, és hát vannak nagyon ritka kivételek, akik fantasztikus eredményeket tesznek nők le az asztalra, ott van a Tokiónak a főkormányzója, az egy nő, ez egy hihetetlenül tehetséges ember, de hát igazából ő is éjjelét nappal át a munkának szenteli, és csak így tudja csinálni ezt a karriert. Én is így visszakanyarodnék, mindannyian így visszakanyarodunk az elhangzó dolgokra. Kínában kicsit így versenyeztetem Indiával most Kínát, és mi állunk nyerésre, ugyanis a nők és a férfiak fizetése között Kínában már csak 12% a különbség. Óriás. Az egyébként az nem rossz szerintem. Nem, és nem. Hát az nagyon jó. 5% csökkent, azt hiszem, hogy egy év alatt talán, de már 2 éve folyamatos csökkenésre áll ez a 12%-os arány. Jó, mint Európában. Igen. Igen, én azt gondolom, hogy Kínában nagyon-nagyon sok kimondottan a nőkre speciális akadály van ott a munkaerőpiacon, de mégiscsak azt gondolom, hogy elfogadott, hogy egy nő dolgozik, és karrierje van. Egyébként a nők 43%-a van ott a munkaerőpiacon, tehát az indiai 20%-hoz képest ez is jelentősen magasabb. Én mondom, én azt gondolom, hogy ez abszolút ennek az 50-es években elkezdődött
felülről jövő politikának az eredménye ez az elfogadottság. És egyébként ugye a családtervezési politikát abszolút lezárták, valószínűleg túl későn, tehát hogy ott a gyermekek születésének a számának a csökkenése, organikusan a kínai társadalom előregedése, ezek mind olyan problémák voltak, amire reagálva azt mondták, hogy akkor ez a családtervezési politika ez 2016-tal megszűnik, és azonnal át is csapott egyfajta ösztönző politikába, tehát igyekeznének rávenni a fiatal kínai családokat, hogy vállaljanak több gyereket, ez egyáltalán nem működik, tehát ez egy abszolút sikertelen, meg hát úgy minden trenddel szembe menő dolog, tehát ugyanezekben Indiáról egyébként nem tudok ilyen szempontból sokat, de hát a japánok sem nagyon hajlandóak sok gyereket vállalni, és az az izgalmas, hogy Kínában valahogy nem arról van szó, hogy kivonni a munkaerőpiacról és hazacsalni, hanem úgy, hogy mindent is, tehát hogy abszolút gyermekszülésre, korábbi házasságkötésre akarják rávenni a nőket, de nem feltétlenül várják el, hogy ők a munkaerőpiacról kivonják magukat. Ahol bejön a magasan képzett városi sikeres nőknek a szerepe, ott az nem a munkaerőpiac, hanem ezektől a nőktől várnák, hogy ők vállaljanak gyermeket, az ugyanis a kínai társadalomnak a minőségét javítaná. Ez egy ilyen nagyon problémás eugenikához szinte hasonlítható dolog, ahol kimondottan a han kínai, tehát etnikailag han kínai, városi, magasan képzett, sikeres fiataloktól várnák a gyermekek számának a megnövekedését, és őket próbálják rábírni a családalapításra, és akkor, hogy megint így bejön egy ilyen ázsia-specifikus, kína-specifikus fogalom, amit a Julcsi bele is fogalmazott a leírásába a mai beszélgetésnek, ez a megmaradt nők, maradék nők, leftover women, kínaiul sengnő, ez a 27 év fölött még nem házasodott nőkre vonatkozik. És az izgalmas, hogy nem, ők nem parazita szinglik, ugyanis egyáltalán nem otthon élnek ők. Ők sokszor a kínaiak beköltöznek a kollégiumba, majd átköltöznek albérletbe, akár saját lakást vesznek. Pont arról van szó, hogy ezek sikeres nők, tehát hogy ezek a karrierjükben sikeres, magasan képzett, mesterdiplomával, akár doktori diplomával rendelkező nők, akiknek sokszor saját lakásuk van. Tehát ilyen tekintetben nem motiváltak ők a párválasztásra. Illetve ahol ugye megjelenik az, hogy 30 millióval több férfi él Kínában, mint nő. Tehát, hogy ez a 30 millió férfi, ez vidéken van, ezek a magasan képzett nők a városban vannak, tehát elég nehéz őket összeboronálni, legyen az akármilyen hatékony propagandaeszköz, amivel a kínai rezsim élne. Minden esetre itt teljes, tehát, hogy ilyen hasonló problémák, vagy hasonló társadalmi jelenségek és egész más helyzeteket hoznak létre. Tehát Kínában ez a megmaradt nő, ez egyáltalán nem egy ilyen parazita, hanem pont, hogy egy sikeres nő, akit rá akarna venni az állami propaganda arra, hogy akkor most ezt megtarthatja, de akkor a gyermekvállalás is jön be emellé gyakorlatilag. Kriszti, bocsánat, csak hadd vessek közben egy kérdést, hogy ez a maradék nő, ez a leftover woman, ez csak magyarul, meg angolul hangzik ennyire pejoratívan, vagy ez tartozik ilyen társadalmi szégyen is, hogy ez gáz, hogyha az ember nem ment férjhez 27 éves koráig? Abszolút pejoratív, és egyébként voltak ennek használatai, de ez megint egy ilyen top-down állami trend, tehát ez 2007-ben az Összkínai Nők Szövetsége fogalmazta meg, vagy mondta ki ilyen központi jelleggel, hogy ez egy probléma, hogy megmaradt nőkről beszélünk. Tehát ez korábban is nyilván megjelent, elég fiatalon házasodtak a kínaiak tradicionálisan mindig is, az 50-es években 20 év volt az átlag életkor, 80-as évekre 25 év, most egyébként 27 év az átlag életkor, amikor egy kínai ember, egy kínai nő, azt hiszem ez a nőkre vonatkozik, megházasodik, tehát egyébként ez már az átlag, ez a 27 év, és még mindig társulhoz, egy kimondottan pejoratív, tehát ez kínaiul sem hangzik jobban, de egyébként pont nemrég olvastam, hogy a győztes nőre, egy ugyanígy hangzó írásjeggyel a győztes nőkre cserélték ki, nyilván ezek a lányok, így magukra, fiatal nők vonatkoztatva,
ezt a sengnyű kifejezést, egy másik írásét használva, de az eredeti az abszolút pejoratív, és a motiváció mögötte az is egy ilyen megszégyenítés, és egy problémára való figyelemfelkeltés. Amit én mondani akartam, hogy nagyon érdekes, hogy egyébként Indiában is volt kísérlet arra, hogy ezt a kínai leftover women fogalmat átvegyék, de ez sokkal inkább egy ilyen úgymond a lepedő alatt kúszó fogalom volt, tehát nem volt ez egy nyílt vállalása a kormánynak, de abszolút próbálták ezt bevezetni az indiai köztudatba, és ugyanúgy pejoratív módon, mert hogy ugyanúgy, hogy Kínában, Indiában is van ez a fajta felső osztálybeli, vagy felső középosztálybeli, magasan iskolázott, jó karrierrel rendelkező nő. Hogy azért ne vonjunk le általános következtetéseket. Indiában annyira nagy az interszekcionalizmus, hogy, tehát, hogy és minden egyes, ez számít régiótól, kaszttól, társadalmi osztálytól, vallástól, és mindenkinek teljesen mások, minden egyes szekciónak más a problémája, de hogy Indiában azzal együtt, hogy ugye megjelent egy nagyon erős oktatáspolitika, amivel a nőket szerették volna bevonni az oktatásba, és ez most már ugye egészen egyébként a gyarmati időtől számolódik, és ez egy nagyon sikeres oktatáspolitika, viszont ami nagyon érdekes, hogy ez a fajta magasan kvalifikált női réteg nem jelenik meg a munkaerőpiacon. Tehát ezek a nők, akik iskolába járnak, és ahogy Judit korábban elmondta, hogy vannak olyan egyetemek, ahol magasabb a nőknek a részvételi aránya. Ugye vannak kvóták is a nők számára, de hogy valóban vannak olyan egyetemek, ahol magasabb a nőknek a részvételi aránya, és sokkal sikeresebbek, sokkal ügyesebbek, mint a fiútársaik, és mégis a munkaerőpiacon ez nem fordítódik le, ugyanis az indiai társadalom elvárása, hogy a nő elsősorban a családon belüli kötelességeinek tegyen eleget. És elsősorban gyereket szüljön, és hát ha elmegy dolgozni, akkor azt se vegye annyira komolyan, mert senki nem veszi komolyan. És természetesen van ez a réteg, akik úgymond inspirációul szolgálnak a középosztálybeli nőknek a magasan képzett nagyvárosokban, Mumbai-ban, Delhi-ben, Chennai-ban élő nők, akik eljárnak, buliznak, partiznak, úgy öltöznek, mint mondjuk a Sex és New York-ban a szereplők, tehát hogy egy ilyen nagyon nyugati, nagyon szabad életformát folytatnak, és hogy ezt egyébként a politika felismerte, hogy ez annyira nem jó dolog, mert ezek a nők nem szeretnének gyereket vállalni, ők nem szeretnének elköteleződni egy partner mellett, egy férj mellett, úgyhogy elindult, nagyon érdekes módon. Volt egy idő, amikor majdnem minden médiában a kínai leftover women fogalmat próbálták belesújkolni az indiai nőkbe is, és hogy ez mennyire rossz, és hogy egyébként ez milyen probléma a társadalom számára, hogy ezek a nők nem lépnek házasságra, nem köteleződnek el. Tehát, hogy így nagyon érdekes, hogy ott is megjelent ez, de nem volt annyira sikeres. Tehát, hogy ez azért Indiában nem nagyon sikerült. Nem volt olyan sikeres ez a dolog, bárhogy is próbálkozott a vezetés. Kriszti, ezzel kapcsolatban, bocsánat, talán akartál mondani valamit? Hát csak annyit, hogy érdekesek voltak a számok, hogy a nőknek a részvételi aránya a munkaerőpiacon, mert Japánban a nők részvételi aránya látszólag iszonyatosan magas, valami 62% vagy 63%, amit egészen döbbenetesen. De hát ugye, mint minden statisztika, a statisztikát ugye mögé kell nézni, hogy mit értenek alatta, és hát itt az a nagy trükk, hogy a statisztikában megjelennek azok a bizonyos nők, aki hetente egyszer a sarki trafikba, nem tudom, besegít eladni, tehát igazából, vagyis magyarul, ugyanilyen magas az arányszám, de ennek több, mint a fele, az nem teljes munkaidős, hanem részmunkaidős, és a részmunkaidősön belül is vannak ilyen egészen extrém
szinte semmit nem dolgozik, de azért megjelenik a statisztikában. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon csalóka, és hát ez Japánban most már azt hiszem egy olyan 15 éve ezt a stigmatizációt, tehát hogy nem mentél férjhez, nem teljesítetted a kötelességedet, stb. Ezt már nem igen lehet hallani, néha egy-egy politikustól, ugye, akik hát ugye megnyilvánulnak azért, hogy politikus társaiktól tapsot kapjanak, de különben ritkán lehet hallani, tudni, most már eljutott odáig ez a krízis helyzet egyébként, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább még az érintett szülők is, akik a legjobban izgulnak, hogy úristen, már mikor megy férhez a lányom, hogy úristen, már mikor lesz unokám, ők próbálják inkább védeni ezeket a lányokat, tehát, hogy ó, hát még ráér, még csak 34 éves, hát még nem, még bőven van ideje, stb. Tehát ezt így szinte ilyen önvigasztalásként mondják egymásnak, de hát igazából tudjuk jól, hogy azért ez nem így működik ez a dolog, szóval vannak biológiai törvények, és hát nagyon sokan lemaradnak egyszerűen a... Tehát addig-addig várnak, hogy hát ha találnak egy önmagukhoz méltó férjet, amíg nem találnak, és akkor aztán nem maradnak a dolgok. Judit, miért tűnnek ilyen, nem tudom, megértőnek a japán szülők Kínában? Éppen az ellenkezője van, és egyébként azt is érdemes lett volna korábban is hangsúlyoznom, hogy ez az egész leftover women kérdés, ez abszolút a szülő generációját célozta. Tehát nem is gondolta igazából se a nők összkínai szövetsége, hogy itt a fiatal nőket fogják tudni megszólítani, hanem kimondottan a szülőkre helyeztek nyomást, akik aztán a gyerekekre. Kínában ugye tradicionálisan a házasság eleve nem szerelem alapú volt, hanem két családnak volt egy ilyen alaposan végig gondolt gazdasági társadalmi szempontok mentén gondosan kiválasztott egy ilyen unió, a két családnak az egyesülése. Úgyhogy a kínai szülőknél a mai napig ez nagyon, nagyon megjelenik, és ugye a kínai újévkor való hazavándorlás körül létrejövő ilyen internetes mémek nagy része arról szól, hogy ugye hogyan mondom el, hogy nincs barátnőm, ugye akkor a nincsen barátom, nem jegyeztek el, tehát hogy ez egy ilyen teljesen jellemző dolog, ugye lehet bérelni vőlegényt, és akkor hazamegy, be lehet mutatni, ne legyen probléma. Úgyhogy ez nekem teljesen új, hogy a japán szülők meg egy ilyen elfogadóbb attitűdöt képviselnének. Azt hiszem, hogy a lelkük mélyén nem fogadják el, de kifele mégis ezt mutatják. Tudnék, és ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy mint ahogy említettük már többen is, olyan identitás krízisben van a társadalom, körülbelül 2-3 évtizede, hogy rengeteg deviancia van, rengeteg probléma van. Tehát a legkülönbözőbb formái, számunkra akár elképzelhetetlen formái is a deviáns viselkedéseknek, és félnek szerintem a szülők, hogyha nagyon erőszakoskodnak, akkor elveszítik a gyereküket, mert egész egyszerűen akkor gyerek kilép az életükből, eltűnik, elbújdokol, nem tudom, megszakítja velük a kapcsolatot, tehát én azt hiszem, hogy inkább ezért ilyen, tehát azért, hogy mentsék a kapcsolatot a gyerek és a szülő között, ezért inkább úgy reagálnak, mint hogyha, vagy nem mutatják, hogy mennyire fáj nekik ez a dolog, és mennyire bántja őket, és de nem pressziót nem gyakorolnak a gyerekekre, mert abban a pillanatban iszonyatos devianciák adódnak elő, tehát olyan fokú és mértékű, ami más országokban szerintem nem tapasztalható. Meg gondolom van egy ilyen családi egység, tehát hogy úgy esetleg kifele lehet ezt mutatni, hogy nincsen gond. A családi egység az, hát mondjuk ja, a családfogalom az ugye ez is, mondjuk ezeket az ázsiai országokat iszonyatosan megosztja a család fogalomnak az interpretációja, tehát teljesen más egy kínai, amit értünk Kínába a családon, vagy Indiába a családon, meg Japánba a családon, teljesen más, tehát japán családok azok meglepően keveset kommunikálnak a generációk egymással, és tehát ez mondjuk nem igen van, hogy sőt mondjuk a középgeneráció
az tartja a frontot a gyerek felé is, aki nem akar férhez menni, vagy nem akar megfősülni. De inkább a férhez menéssel van a baj, nem a nősüléssel. Tehát a lányok nem akarnak férhez menni. Mm-hmm. És hát esetleg az, amíg élő nagyszülő felé is tartja a frontot, hogy tartja a látszatot, tehát az a szerencsétlen középgenerációnak van azt hiszem a legnehezebb dolga, hogy ne veszíts el az arcát, hogy kvázi minden rendben van, de hát nincs rendben. Kriszti, még téged szeretnélek kérdezni, az előbb akartam, csak aztán tovább ment a beszélgetés. Még téged akartalak kérdezni egy kicsit az indiai állami intézkedésekkel kapcsolatban. Ugye Indiában nem csak az a probléma, hogy a nőket a munkaerőpiacra kéne valahogy súplálni, hanem az arra is hát, külön fel kell innen figyelmet, hogy a lánygyerekek egyáltalában megszülessenek. Erről akarsz beszélni egy kicsit? Persze, beszélhetünk, már egy hatalmas téma. Ugye itt az az igazság, hogy olyan sok probléma van, ami egy indiai nő életét érinti, hogy ugye valóban, amit említettem, hogy 2016-ban volt ez a National Policy for Women, ennek a tervezete, és akkor itt felsorolták az égetően fontos kérdéseket, ami egyébként egy ilyen 10-15 tételes lista, és ez onnastól kezdve, hogy a nőknek az oktatáshoz való hozzáférése, a nőknek az élethez való joga, egy nagyon-nagyon sokrétű probléma. Ugye, amit említettünk a beszélgetés elején, hogy ez a Indiában a nőknek, a lánygyermek, mint olyan, ez egy rendkívüli nagy teher a család számára. Tehát megszületik, akkor őt etetni kell, gondoskodni kell róla, ha beteg lesz, akkor orvoshoz kell vinni, ki kell iskoláztatni, és mivel ugye most már az a trend, hogy minél magasabban iskolázottak legyenek a nők, ezért egészen mesterképzésig, vagy PhD-ig is eltolják úgymond ezeket a lányokat, akik amint befejezik az iskolájukat, akkor férhez mennek, és soha nem fognak egyébként dolgozni. A családjuk felé soha nem fogják ezt a semmilyen módon visszafizetni. Ugye akkor a házasság, mint olyan, a hozománynak a rendszere, ami hihetetlen pénzt jelent, lakásokat, földterületeket, kocsit, berendezési tárgyakat, aranyat, tehát, hogy attól függ, hogy melyik közösségről beszélünk. Ez egy nagyon nagy anyagi teher egy lánygyermek, egy családnak, úgyhogy sajnálatos módon nagyon sok család dönt úgy, hogy nem vállalja a lánygyereket. És akkor a kormánynak voltak, meg hát a mai napig vannak mindenféle intézkedései, hogy ugye az abortusztörvény, ami tiltja a gyerek nemének a meghatározását, ami persze, és ez a legnagyobb probléma az összes törvénnyel és szabállyal Indiában, hogy nagyon jól hangzik papíron, de a betartatása az rendkívül problémás. És hatalmas az ország, ugye az egész politikai struktúra úgy van felépítve, hogy van egy központi hatalom, ami aztán állami szintekre megy le, kisállami szintekre, és ők jegyzik vagy nem jegyzik, de hogy egy ilyen rendkívül nagy kavalkád, káosz, amiben iszonyat sok a kiskapu, ki is használnak, tehát, hogy van egy úgynevezett nem meghatározását tiltó törvény, amit mindenki aláír szépen, amikor elmegy az ultrahangra, és vannak mindenféle technikák arra, hogy ezt hogyan cselezzék ki. Például, hogyha az orvos azt mondja az ultrahangos szobában, hogy hála az Istennek, egészséges a gyermek, akkor fiú lesz a gyermek. Ha azt mondja, hogy hála az Istennőnek, egészséges a gyermek, akkor lány lesz a gyermek. És akkor ugye Indiában nagyon liberális az abortusz törvény. És ezen még most tovább
enyhítettek, ami bizonyos szempontból a nők érdekeit figyelembe véve tovább enyhítettek, de pont ezzel együtt a nem betartott, nem meghatározási törvény és a nagyon liberális abortusz törvény együttese azt hozza, hogy rengeteg lánymagzatot hajtanak el művi úton. Úgyhogy a kormánynak vannak Béti bacsáó, mentsük meg a lánygyermeket. A lánygyermek is ugyanolyan értékes a társadalomban, és próbálják felhívni a nők értékét a társadalomban, de ez egy rendkívüli nagy probléma, hogy, és ez onnan indul, hogy maga a nő az egy tárgyként kezelt dolog. Tehát, hogy ilyen módon a leány magzat és egy tárgyként kezelt dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon mélyen gyökeredző probléma. Javítsatok ki, hogyha tévedek, de én úgy tudom, hogy ez olyan jelentős ebben a két óriási népességgel rendelkező országban, Kínában sem mondhatják meg a gyermek vagy a magzat nemét az orvosok, hogy én úgy tudom, hogy az Egyesült Királyságban is, Júlcsi, rád nézek a monitoron, hogy mintha ott is ennek hatására bizonyos kórházakban vagy nem tudom, hogy mind múlik, de én ismerek olyat, aki kint volt várandós, és azt az tájékoztatást kapta, hogy többek között ezek a bevándorló családok miatt is nem lehetséges ez az Egyesült Királyságban sem, hogy megmondják a magzat nemét. Én erről nem tudok semmit, de abban egészen biztos vagyok, hogy nem lepődnék meg rajta, mert azért ezek a diaszpora közösségek, ezek nagyon szoktak ragaszkodni a hagyományaikhoz, legyen ez bármilyen hagyomány, de biztos vagyok benne, hogy csak attól, hogy az NHS mondjuk nem mondja meg a gyereknek a nemét, ez senkit nem fog megakadályozni abban, hogy azt csináljon, amit akar. Viszont ezzel kapcsolatban már annyira sokat beszéltünk különböző ilyen kormányzati politikai döntésekről, meg mindenféle törvényekről, amik a nőknek a helyzetén próbálnak segíteni, vagy szabályozni bármilyen módon. Most azt szeretném kérdezni, hogy a nők mennyire vesznek részt a saját a döntéshozatalban egyáltalán? Nők például mennyire aktívak a politikában, vagy egyáltalán mennyire elfogadott az, hogy nők részt vegyenek a politikai életben? Akkor én kezdeném, csak az előzőkhez egy szóval, Japánban lánynak is örülnek, tehát lánynak is kínek. Mindegy, csak szülessen gyerek, csak az a helyzet, hogy mert ott tudnék a családi, hogy is mondjam, név továbbvitelét, vagy öröklést, ők más módszerrel megoldják, tehát hogyha a lány születik, és a családi név így nem menne tovább, akkor adoptálnak később, hogy mondjuk a lánynak a férjét adoptálják, és akkor mégiscsak tovább megy a családi név, stb. Tehát más megoldásokat találnak. Na most a politikában, hát mondjuk Japánról, hát csak annyit hadd mondjak, hogy a Világgazdasági Fórumnak a 220-as, tehát a legfrissebb Global Gender Gap indexében Japán a 153 országból, vizsgált 153 országból 121. helyen áll. Tehát hihetetlenül hátul van, nála jobban szerepel Kína vagy India, úgyhogy nyugodjatok meg. De viszont, hadd mondjam azt, hogy viszont Magyarország alig-alig, tehát nincs mivel dicsekednünk. Tehát, tény az, hogy a Japán sokkal rosszabb, mint a fejlett G7 országok, stb. Na mostan itt ugye négy paramétert vizsgálnak, egészség, oktatás, gazdaság és politika. És ebből legrosszabbul Japán a politikában teljesít, mert ott a 144. helyen van, 153 országból, akkor az elképzelhetjük, de Magyarország a 139-en van, úgyhogy nem kritikusan, hanem kifejezetten csak elemzési célzattal közlöm ezeket az adatokat. Tehát
politikában nagyon nehéz japán nőknek helyt állni. Az előbb említettem egy jó példát, ezt a Yuriko Keikót, aki ugye most az olimpiát is, hát ő neki kellene tulajdonképpen, mint helyszín gazdának levezényelni, és hát rendkívül tehetséges politikus, és nagyon nemzetközileg is képzett, stb. Tehát vannak ilyen kivételek, de nagyon kevés kivétel van, és igazából különféle trükkökkel próbálják a nőket a politikából kiszorítani, a trükkök nem ismeretlenek számunkra sem, tehát például jelölési listákon, pártjelölési listákon szerepelnek nők, de eleve hátul szerepelnek, amivel eleve kizárják, hogy bekerüljenek, szóval egy csomó trükk van. Hát nem mondanám azt, hogy nagyon élénken tiltakoznak. Ez, szóval felemelik a szavukat a nők, de itt nagy a megosztottság. Tudnélik, más országoktól eltérően itt két csoport van, aki egyáltalán ezeket a, hogy is mondjam, lemaradásokat, vagy különbségtételeket szóvá teszi. Az egyik az akadémiai világ. Tehát Japánban a egyetemeken, kutatóintézetek, egyáltalán az akadémiai világban, ott mondjuk elég sok hát ilyen korszerűbben gondolkodó ember van, és ők néha felemelik a szavukat, nem sok eredménnyel, hozzá kell, hogy tegyem. A másik, az pedig inkább ezek a hogy is mondjam, művész lelkek, akiknek a szavát meghallja a nagy közönség. Tehát itt most mondjuk mondok egy vagy két példát, az egyik egy újságíró, aki mondjuk itt sokat jelent meg lapokban, neve ismert volt, és akkor valami molesztálás, hogy nem tudom mi miatt, fölemelte a hangját. Azt már meghallják, ugye? De neki volt egy háttere, egy ilyen háttere. Vagy például egy újabb eset, ami egy egészen friss eset, az egyik írónő, Kawakami Mieko, aki magasan jegyzett, tehát író, és hát az ő megszólalásaira is odafigyelnek. Na most, hogyha ők megszólalnak és tiltakoznak a nők hátrányos megkülönböztetése, stb. Miatt, az talán a nagy közönség meghallja. Nem biztos, hogy a politika erre odafigyel. Tehát azt azért hozzá kell, hogy tegyem. Úgyhogy itt ilyen nagyon nincsen szervezett érdekképviselet vagy felszólalás. Ráadásul ugye hát félnek a japán nők, általában nem szeretnek kitűnni a tömegből, és ott például a MeToo, csak úgy mondom, hogy a MeToo mozgalmat azt nem úgy hívják, hogy MeToo, hanem úgy hívják, hogy VeToo, azért mert félnek egyedül, és akkor inkább ilyen csoportba szólalnak meg, tehát pedig hát például ilyen zaklatás meg az napi renden van, és az évente ilyen százezres nagyságrendű eset van, ami most már jelentve van. Hát pár évvel ezelőtt még nem is jelentették ezeket. Tehát lenne miről beszélni, és lenne mit javítani, csak hát egyenlőtlenek az erőviszonyok. Nagyon érdekes az India helyzete, egy a politikát tekintve, mert hogy alapvetően az indiai propaganda, ugye a nyugat felé, és maguk az indiaiak felé is az, hogy India egy nagyon elfogadó, ugye a világ legnagyobb demokráciája, és hogy nagyon elfogadó volt nekik női miniszterelnökük. Igen, és hogy ez egyébként nagyon jól sikerült ez a propaganda. Hogyha a valóságot nézzük, akkor egyébként sokkal árnyaltabb a kép, és hát régiósan India azért hátul áll, tehát mondjuk egy dél-ázsiai, tehát ha akár nézzük Pakisztán, Afganisztán, Banglades, Sri Lankát megelőzi, hogy a nők részvétele a politikában, de alapvetően hátul áll a világátlaghoz képest is, és van egy ilyen nagyon érdekes vonulata,
azok az indiai női politikusok, akik valóban döntéshozó pozícióban vannak, akik valóban nap mint nap besétálnak a parlamentbe, ők olyan titulosokkal vannak illetve, amelyek mint egy családtagokat címzik meg. Tehát van a mi kisanyánk, a nővérkénk, és egyéb a úgymond bár a nő kilépett, és a család berkein belül is közszerepet vállalt, és igen, fontos közszerepet vállalt, de mégis az egész indiai propaganda az, hogy család szerepeket osszanak rájuk, és ezekkel illessék őket, ezek azok, amik úgymond a köznép számára elérhetővé teszik ezeket a nőket, mert egy független, magasan képzett nő, aki kiáll a saját érdekeiért is, és akár szakértője egy bizonyos témának, ezt nagyon nem tudja elfogadni az indiai társadalom. De hogy hát ha mi kisanyácskánk mondja azt, akkor hát akkor már jobban beveszi az indiai, főleg férfi választóknak a gyomra. És ami Indiában még nagyon érdekes, hogy a nők számára vannak hát úgymond kvóták. És ez van az oktatásban is, és ugyanúgy van a politikai életben is. És ezek a kvóták hát megjelennek az alsóházban, felsőházban is, de ami leginkább szembetűnő, és ahol valóban hatalmat kapnak a nők, ezek a sokkal alacsonyabb szinten, ez a grámpancsájat szintjén, ugye egyes falusi vezetői körök, és ott nagyon komoly kvótaszámmal rendelkeznek a nők, és ott valódi hatalommal. Tehát, hogy döbbenetes, ha az ember egy grámpancsája gyűlésre elmegy, hogy milyen tiszteletnek örvend az a nő, aki ott bent van, és valóban milyen hatalommal rendelkezik, de az előrelépés az teljesen limitált. Tehát nincsen kiugrás. Akármilyen tehetséges politikailag, akármilyen képzett, akármilyen nagy befolyású a saját területén, egyáltalán nincsen kiugrás, még csak állami szintre sem. Hát, hogy ugye nagyon érdekes ez az egész kettőssége az indiai rendszernek. Nekem könnyebb dolgom van, azt gondolom, nem kell nagyon sokat beszélnem erről a témáról, lévén népi demokrácia elmegy a hajó anélkül is, hogy választásokat kéne tartani. Egyébként 1949 óta a Kínát irányító 25 fős politbürónak összesen 6 női tagja volt, nemrég váltotta egymást két hölgy, jelenleg az egyetlen tag, az egyik miniszterelnök helyettese Sun Chunlan, ő tagja ennek a politbürónak, de hát egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen magas szinteken megjelennének a nők, illetve hogyha megjelennek, akkor ott semmiképp sem, tehát nincsen az egésznek semmiféle nőjogi színezete. Tehát ezek azok a nők kerülnek ezekre a magas szintekre, akik a status quo-t a leghatározottabban betartják. Egyébként nem tudom, európai országok is eszembe jutnak, ahol esetleg ilyen magasabb pozícióban államtagok, nők ilyen egészen tradicionális véleményt fogalmaznak meg. A karrier az már más egyébként, csak hogy egy nagyon picit visszamenjek, mert ezt az adatot ezt szeretném elmondani, itt fogom belepréselni a kínai milliárdos nőknek a száma, az rendkívül magas. Tehát a világ milliárdosainak, ezek a self-made milliárdosok, akik nem örökölték a vagyonukat, és ez nagyon jelentős, azt gondolom, 61%-a Kínából kerül ki. Ötük egyébként, öten vannak hongkongiak, és 28 nő a szárazföldi Kínában vagyonosodott meg azon a szinten, hogy a világ leggazdagabbjai között jelen vannak.
politikára visszatérve, nem a népköztársaság, de egy kínai nyelvet beszélő, kínai kultúrával rendelkező terület, ha úgy vesszük, akkor a népköztársaságnak az egyik része, Tájván szigete, ahol tartanak demokratikus választásokat. Ott ugye már második alkalommal választották meg Tsai Ing-wen elnöknőt, amennyiben elnöknőként beszélünk róla, mint Tájván vezetője. És ő egy olyan szempontból nagyon izgalmas figura, hogy a politikai dinasztiák világától teljesen távol áll, tehát ő is egy abszolút saját érdemein keresztül csúcsra jutó női karrierpolitikus, angliai, amerikai egyetemeken végzett, hosszú politikai múltra tekint vissza, és egyébként nem házas. És a tájvani közélet ezt sokkal jobban tűrte, a szárazföldi Kínában eleve, mint Tájvanon megválasztott politikus, ő már egy kicsit ilyen problémásabb színben tűnik fel, de ott ez abszolút vicc tárgya volt egyébként, hogy ő nem házas. Tehát, hogy itt azért itt megjelenik egyrészt a kínai népköztársaságnak ez a kultúra, ahogy a tájvani politikusokra tekintenek, de azért a kínai tradicionális kultúra, hogy azért ez egy gyanús figura, az a nő, aki ennyi idősen nem házas, és ilyen sikeres karriert futott be, és ilyen jelentős szerepben van, de egyébként Tsai Ing-wenre, a demokratikus Tájvanon rá sem jellemző, hogy olyan nagyon nőjogi problémákról olyan határozottan megnyilatkozna, vagy kimondottan hangsúlyozná a saját nő voltját. Tehát ő számára sem tűnik kifizetődőnek felvenni egy ilyen nőjogi feminista szerepet. Ő is inkább egy ilyen tradicionálisan általános politikusként jelenik meg. Én közben nézegettem a hallgatói kérdéseket, és szerencsére annyira sok mindenről beszéltünk, meg sok minden szóba jött, hogy nagy részt megválaszoltátok már ezeket a kérdéseket. Viszont egy kérdés mindenképpen szeretnék még feltenni, ugyanis mindannyian dolgoztatok Kínában, Indiában, Japánban, kapcsolatban léptetek üzletemberekkel, meg az üzleti világgal, vagy a tudományos világgal. Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy fehér nőként milyen ezekben az ilyen férfi központú munkaerő viszonyokban, munkahelyi viszonyokban érvényesülni. Milyen egy fehér nőnek a megítélése, egy nyugati nőnek a megítélése ezekben a közegekben? Mennyire más esetleg, mint egy ázsiai női? Hát, hogy mondjam, ugye Japánban én inkább egyetemi világban mozogtam, tehát az üzleti világot azt kevéssé ismerem. Az egyetemi világban az a helyzet, hogy egy fehér nő az majdnem ér annyit, mint egy japán férfi. Még nem egészen, de majdnem. Na most ez nagy dolog, mert a fehér nő után ugye jönnek esetleg más országoknak a nőtársak, de minden esetre tehát jellemző módon ugye a szomszédországok állampolgárait, vagy Dél-Kelet-Ázsiát, szóval a presztízse, vagy a renoméja sajnos ezeknek az országoknak nem olyan jó Japánban, elég előítéletes a japán társadalom, tehát, és az akadémiai világ is, azt kell, hogy mondjam. Tehát igazából hát a nagyon nyerő az fehér férfinek lenni, mert az ugye a rankingbe egészen fönt van, de akkor utána jön a japán férfi, és utána jön a fehér nő. Tehát én nekem abból hátrányom, hogy nő vagyok, abból igazából Japánban nem volt soha hátrányom. Becsületére váljék az egyetemi közösségnek, ahol dolgoztam, illetve más egyetemeknek is, de viszont abból, hogy kelet-európai vagyok, abból volt hátrány, de az egy más történet.
Azt hiszem, hogy Kriszti is itt a mikrofonnal küzdött. Igen. Én azért tűzném be az én hozzászólásomat, nem szeretnék utoljára maradni, mert nincs, azt gondolom, hogy annak kevésbé van súlya, amit én tapasztaltam. Én kevésbé olyan helyzetekben tapasztaltam volna megkülönböztetett bánásmódot, ahol mondjuk, mint akadémikus jelentem meg, vagy komolyabb pozícióban, mindig udvariasak és civilizáltak voltak velem. Volt olyan érzésem, voltam része olyan helyzetnek, ahol úgy kicsit helyre tettek, hogy nőként miért formálok véleményt, vagy esetleg miért javítom ki a férfit, de ezek nagyon informális történetek voltak, és inkább azt éreztem, hogy talán az okozhatott megrökönyödést, hogy én a kínai nőkkel szemben kevésbé ütöttem meg egy ilyen gyengéd, visszafogott, kicsit szubmisszív szerepet, és határozottabban álltam ki bizonyos kérdésekben, és erre kaptam egy ilyen kicsit egy megrökönyödést, vagy egy ilyen helyretétel, de ezek nem professzionális, nem magas szintű helyzetek voltak, úgyhogy azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha valaki ettől tart, én nem gondolom, hogy fehér nőként Kínában ne lehetne érvényesülni mondjuk egy egyetemi közegben. Tehát én azt gondolom, hogy ez rendben van. Fogják érni a nőket különböző helyzetek, de hát ez mindenütt így van. Hát én tudnék mesélni. Közel 10 évig dolgoztam üzleti területen Indiával kapcsolatban. Tehát, hogy én kaptam hideget, meleget is, főleg az elején. Ugye aztán, amikor már kifejezetten, mint interkulturális mediátor kezdtem el működni, amikor az a dolgom, hogy kaméleon legyek, és úgymond beépüljek, akkor már mindig azt mondják, hogy jaj, te nem is európai vagy, csak egy túl fehér indiai. Szóval, hogy ott van én, hogy túl fehér, nem az a lehető, hogy állapot. Ugye Indiában ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy itt most két dologról beszélünk, az egyik az, hogy én európai vagy fehér vagyok, a másik az, hogy nő. Európainak lenni az egy nagyon nagy privilégium Indiában, és minden helyzetben ezt lehet érezni. Nőnek lenni Indiában, hát egy rendkívül hátrányos helyzet, és emiatt, amikor valaki fehér nőként bekerül Indiába, az akadémiai életről én nem tudok nyilatkozni, úgyhogy arra nem tudom levetíteni. Én azt gondolom, hogy ott a sokkal elfogadóbb a közeg. Tehát, úgy feltételezem az mondjuk tanáraim elmeséléséből. De az üzleti élet az nagyon keményen a férfiak világa. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy Európában is a tapasztalataim szerint, de Indiában meg még inkább. És az európai nő képe az indiai köztudatba két oldalról jött. Az egyik, amikor a gyarmatosítás alatt az angol nők vagy beházasodtak indiai családokba, vagy hát esetleg egy félig angol, félig indiai gyermek született egy nem hivatalos együttlétből. És ez az úgymond nyugatinak, vagy indo-angol népcsoportnak címkézett közösség, az, aki elkezdett a filmiparban olyan szerepeket vállalni, ezek a nők, amik nagyon kihívóak voltak, amit egy hagyományos indiai színésznő soha nem tett volna meg, és ezért az indiai köztudat abban az van, hogy a fehér nők azok könnyűvérűek. Ők a femme fatale-ok, ők azok, akik tudatában vannak a saját szexualitásuknak. És akkor erre még rátett, ez egy nagyon külön téma, ami, hogy Indiában a nyugati pornónak micsoda hagyománya van, és ez milyen romboló hatású, mindamellett, hogy a pornóiparnak a romboló hatása, de hogy a nyugati és a fehér nő még inkább tárgyasított formában jelenik meg az indiai köztudatban. Ez azt jelenti, hogy amikor a mindennapi életben egy nyugat-európai, vagy
akár bármilyen nyugati fehér nő találkozik egy indiai férfival munkaközegben, akkor automatikusan ezek a beidegződések hívódnak elő, hogy amit a filmekben látott, most akármilyen filmekben, amit a média ugye mutat, most a jelenlegi kormány nagyon erősen nyugatellenes, és ezért még inkább a propaganda az az, hogy a nyugatot rossz színbe tüntessük fel, úgyhogy nagyon sok, nagyon nehéz nyugati nőként. Én nekem voltak olyan eseteim, amikor elmentem az egyik office-ból egy megbeszélésre. Az office-ból csak azért vittem magammal, mert nem tudtam, hogy hogyan kell eljutni oda, és a sofőr nem tudott bevinni, mert egy ilyen kis gálaba kellett bemenni. És a tulajdonos, a másik cég tulajdonos nem volt hajlandó velem társalogni, hanem az office-bolyomnak mondta, aki hát a ranglétrán legalul szerepelt, és neki mondtál a dolgokat, és egy ilyen rendkívül kellemetlen helyzet volt, most már én szórakoztatónak találom, akkor kevésbé találtam szórakoztatónak, hogy itt vagyok aláírni a papírokat, ne neki mondjad, mert ő csak a teát főzi az irodámban, de hogy igen, nehéz, Indiában rendkívül nagy ez a dolog. És aztán persze, ha az ember megtanulja használni ezt, egy kicsit megtanulja, amikor már elkezdtem az interkulturális mediátorsággal foglalkozni, akkor ugye az ember megtanulja azokat a mondatokat, amiket el kell mondani, azokat a viselkedési formákat, amik olyan nagyon ismerősek lesznek az indiaiak számára, és hogy és ez egy nagyon, egyébként nagyon jó helyzet is, mert hogy olyan zavart lehet okozni az indiai férfiakban, amikor abszolút nyerő helyzet bármi, de hogy azért ehhez a gyakorlat kell, és alapvetően a nagy a bizalmatlanság a nyugati nők felé, és nagyon nehéz együttműködni nyugati nőként, vagy fehér nőként indiaiakkal, üzleti téren. És akkor most még egy dolgot elmondok, hogy ez nem vonatkozik arra, amikor vannak kifejezetten női tulajdonú cégek, tehát ha mondjuk a Jaipuri Maharaninak van egy cége, ez teljes mértékben nőket alkalmazó cég, velük nagyon könnyű együttműködni. Tehát, hogy ott azért egy más közeg van, de mivel az üzleti közeg az férfi központú, ezért nehéz. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a közreműködését, ennyi fért a mai adásba. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtak meg. Igen, Tanár? És csak egyetlen, mert itt a kérdéseknél látok egy olyat, hogy csak arra hadd röviden reflektáljak, hogy robotizáció. Tehát Japánban pont azért, mert ugye az öregek nagyon sokan vannak, kiszolgálni nem mindig tudják őket, nagyon így elhatalmasodott ez a robotizáció. És hát a nagy baj az szerintem, hogy ugyanez az artificial intelligence, meg minden ez ugye, mint a tank megy előre, de és nagyon kitűnő gépeket felfedeznek, és alkalmaznak, és az olimpián is fognak alkalmazni fordítógépeket, és idegenvezetőgépeket, és nem tudom mi. De ez ahelyett, hogy oldaná a magányosságot, mondjuk, amiben szenvednek például az öregek, vagy tehát, hogy szerintem ez még jobban elidegeníti az embereket. Tehát én nekem ez a lehet, hogy konzervatív szemléletű vagyok, de azt hiszem, hogy ez aztán végképp, hogy is mondjam, mechanikussá teszi az érintkezést, és hát nem biztos, hogy jót tesz a társadalom problémáinak és a társadalom krízisnek. Köszönöm szépen! Igen, csak sose találom az unmute gombot. Nagyon szépen köszönöm akkor még egyszer, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm Vidasi Juditnak, Maráci Fanninak és Dávid Krisztinának, hogy itt voltak velünk, és
válaszoltak a kérdéseinkre. Köszönöm a közönségnek a kitartó figyelmet és az érdekes kérdéseket. Köszönjük a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást, és szeretném mondani, hogy aki esetleg még egyszer meghallgatná ezt az előadást, beszélgetést, vagy pedig szeretné elküldeni ismerőseinek, barátainak, akkor ez meg fogja találni a YouTube oldalunkon, az Orient Express YouTube csatornán, illetve a Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport Facebook oldalán. Köszönjük szépen, sziasztok! Köszönjük. Szép estét!